Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy milyen eredmény fog születni ezen az összecsapáson, mert mind a két játékos, Nathan Espinel ugye be is előzheti akár, ha megnyeri Johnny Claytont az egész estét. Dimitri Vandenberg pedig föl tud zárkozni Chris Dobira, sőt meg is előzheti, hogyha megnyeri az estét. Neki is fontos lenne, hogy még életbe tartsa a reményeket arra, hogy bejusson a legjobb négy közé. Mert látjuk, hogy mindenkinek az a véleménye, mármint a szavazók között a legnagyobb százalékban, hogy Nathan Espinel nyeri az összecsapást. Nyilván azért azzal nem lopta be magát a holland szurkolók szívébe, hogy elbocsátott a Fergerven. Jön Espinel kezd. Egyset Espinel. Jó kezdés. Felül tudja múlni valamelyik játékos önmagát. Az is egy 140. Na, jó kezdés. Százas. Hát, tripla, százas. Az is százas, egyelőre egymást másolják. Indigo be van helyezve oda a táblához. Az valószínűleg nem fogja másolni a következő körbe, Vandenberg. Haragszik rá. Hogy összerakta megint? Ott van kettő! Az egyesben. Ötvenkilenc, még így is jobb lett a két egyessel. 180-nál jár a tizen... Oh. Nem igaz, vonza az egyes sektort. 73. Igen, 126 marad. Ugye a sima 17-tel 160 lett volna a maradék. Azért ment a 17-esre. 130-72-re. 19-es kell, minimum 4 darab két nyílból. 3 megvan belőle. Az is jó. Megvan, és a dupla 6. Bedobja a 126-ot. 126-os. Ez nagyon szép kiszálló. Lajos egyik kedvence. Ennek a legnek igazából a kiszállója volt szép, mert ugye egyébként a tömegfogyasztása nem volt olyan tökéletes. Százas. Száz fölött volt egy picivel. Hogy mocsoljuk. Igen. Hát ezzel az, igen. Nem, az első 9 nyíl 100 fölött volt egy picikével. De ott benne volt az a hiba. 62. Ja, végül is bekezdtek 140-nel. Igen. Aztán jött egy százas kör, aztán utána jött az a 62, igen. Egyes szektor. 45. És nagyon magabiztos Espinel egyébként. 180! Kipattan, 120, igen. Azt vártam, hogy hol van, igen, a nyíl. És akkor utána... Azt hittem takarásban van a harmadik, de nem volt. Szőnyek voltak, szőnyek takart. 97-es, vagy 91, bocsánat. 90 pontja marad. Kilencvenre Espinel. Bullra kezd. Bedobja is a dupla 20. Bedobja.
bedobja. Megoldja. Négy körös, 12 nyilas. Ez szenzációs játék most az angoltól, és ő fog kezdeni. 2-0-ra vezet 111,33 százados átlaggal két leg után. Ugye ez a két nyíl még nincsen benne. Százas kezdés. Így is 110 fölött marad. Nagyon szép, nagyon jó. 140. Azért a közönség hangulatára igencsak rányomta a bélyegét, hogy nincs Van Gerwen. Igen. 60. Levált 19-es. Ott sem jön még. Ez nincs olyan, mint a bennem. Nem, nem. Jól láttad. A szemüveget föl kell vennem, távolba nézőt. Minden ellássak Rotterdam. Az benne van. Az is. 134-es, 167 a maradék, 205-re. Nathan Espinel. Két tipplás már lesz. 108 marad. Na 167. Tripla 19. Egva. Tripla 20. Az nem. 9. A 18. Az meg egy egyes. Meg is tapsolja magát. 89-e maradt. 108-ra. Kell a tripla. Nincs meg egyelőre. Mindig jó. Így már nem. Tripla 18 sem jön. 56-tal 52-je maradt. 89-re. Na megoldják két nyillal, tripla 19, és a dupla 16, megoldja. Hát csopályás, 14 nyilas leg. Megállt parancsolt a harmadik legben Espinelnek Van den Berg. Százassal kezdi. Tripla, másik is benne, 180! A második 180 a meccsen, mind a kettőt ugye az angol dobta. Százharmincegy, bizony. Száznegyven-száznyolcvanra. Meg csak egy 60-as. Egy egyes. Hát nem tudta kihasználni Espinel, Van den Berg 60-as körét. Sokkal kedvezőbb kiszálló alakulhat ki Van den Bergnek. 138, 72 maradt, ugye bedobja, akkor 36 maradt volna. 140-re. Nagy levegővétel segített most. 40-re kerekít, 72-t kell megoldania az egyenlítésére a belgának. Ez jó, dupla 12. De megoldja két nyilat. A duplát. 2-2. Nagyon bekezdett Espinel, de gyorsan elfogyott az előnye. Igen, 100%-os duplázás. 100,67 százados átlagon Dimitri Van den Berg. Oh.
123. Egyelőre magasan saját átlagok fölött, torna átlagok fölött ezen a mérkőzésen. 100. Szép. 137. Ha. A 45-ös. 156. Százas, 56 a maradék. Nagyon magasan Vandenberg. De most jön a tripla. Kettő is. 180! Na így aztán rákényszerül Espinel, hogy a két legnyíl közül valamelyiket kihasználja. Bedobja. Először a sima szektor, az megvan a 16, és a dupla 20-ra van kettő nyila. Bedobja. Stick flag, Dimitri to throw first. Game on. Ötvennyolc. Dohogott is magában Vandenberg. Nyolcvanas. Leváltás, ott meg a hármasba dobja. 43. Ezt nem tudja kihasználni. Nem, bizony. De itt egy 97-es. Hogy... Igen, de azért ez nem egy jó kezdés. Most viszont egy 180-nal azért vissza lehetne jönni. 180! Rögtön korrigálta az első két kör bizonyait. Jön a válasz, mert akkor ő már kiszállón lesz. Száznegyvenet dob. 106-os átlagon Nathan Espinel 101 fölött. Dimitri Vandenberg, ez most nagy hiba. Hát ez most nagy hiba volt. Nincs kiszállón. Mert brékleg lehet. És nem jön a tripla. 126. Ezt már az előbb megoldotta. A belgának meg kéne egy 138-as kerekítés. 140 is jó lehet. Nem jön tripla. 60! 118-on maradt fönt. Igen, elszántanál oda Espinel, hogy megint megoldja a 126-ot. Nem lesz. És már csak kerekíteni tud. 58. Sem jön a tripla. Ott jön. 93. Nathan, you require 68. Ami a tripla. Ennyi lesz a duplára, így 32 a brékért. Nem dobja be. 52. Dimitri, you require 25. Tizennégyes dobott, 9-es kellett volna. 11 pontja van. De azért lesz még egy nyila a duplára. Bedobja. Megoldotta némi kerülő úton a dolgot. Kerülő.
átvágás a Majomhegyhez. Ennyivel jobban játszik azért mind a két játékos. Igen. 81.241 más után, ugye itt látjuk az átlagokat. Na ez nagyon jó, 96. Jön még egy 140 vagy egy 180. Hát egyik se. Sőt. 77 jött végül. 144 pontja marad. Hatvanas. Jár. 96-os. 48-a maradt. Nagyon magasan fent van Van Den. Hát legalább egy 100-as kell dobni, vagy 94 pontot. Hát nem jött. Nagyjából búcsút is inthet ennek a legnek, úgy néz ki. 32. Még mindig 32. Egyelőre nem tudja megoldani, de nincs kiszállója Van Denbergnek, tehát minimum lesz még három nyila. Mindig nagyon magas kiszálló. 46, igen. 32. Elszórakozgat ezzel a dupla 16-tal. Bedobja. Nem fog ki rajta. 4-3 Espinelnek. Nagyon figyelni kell Van Denbergnek erre a legre most. De ez látszódott. Ez épp, hogy belement a tóról, tudod? 140. Jól kezdi a belga. Ez nagyon jó. 140, de jó kezdi az angol is. Jó folytatás a belgától, levált, vagy fönn maradt fönt. Újabb 140. Erre most nagyon odafigyel Van Denberg. Egyelőre az első körben le tudta követni őt Espinel. Most nem tudja. 93. Jó a leváltás. Jó bizony, 19-es, 2 és 134. Harmadik két triplás kör, illetve két triplás. Eddig 14 nyilas volt ezen a mérkőzésen a legjobbja. Hoppá, attól repült. Bocsánatot is kér. 87-re, tripla 17-es. 20-as és a bull. Nagyon közel volt pedig. Et kell megoldani. Megvan. Az is. Ez fontos pillanat nagyon. Ezek nagyon jók, ezek a reakciók. Ez tényleg hova ment? Hova? És figyelj, csodálkozik, ezt hova dobtam? Dupla 8. Még mindig a dupla 8. Ez hova ment? Ez ugyanezt elmondhatja, igen, Van Denberg is, hogy ezt hova dobtam. Dupla 5. Az 5-3-ért és a bréklegért. 13. nyíl. Edobja! Nagyon közel a döntőhöz, így Espinel, hiszen ő kezdi. Ő fog kezdeni.
Háttérben egy szomorú Van den Berg. Azt hittem neki ászkozsózni. Szoporú szamuráj, mi? Na, még... nincs ez még lefutva, 60. Nincs, nem... nincs tripla, hanem 60. Mihez kezd vele a belga? Szépen kihasználja. Bizonyám, 140. Tripla 19, 2, 134. Hat van, verebeket ültet a drótra. Kilencven, igen, ez kiszálló már, 208-ra. Nem jön a két tripla. 94. Ez 14-e marad. Fölé ment, ebből nem lesz így, a tripla 19, nem, a búra megy rá 105-tel, 56 pontja maradt, 114-re. Na, eljut a meccs nyílig. El fog jutni a meccs nyílig. És a dupla 20. Fölé dobja be. 56. Tovább. A meccsben maradásért a dupla 20. Még mindig a dupla 20. Bedobja! 5-4. És most Van den Berg kezd, nagyon mérges Espinel. Meccsnyila volt. Ötvenhetes, most megkezdte jól. Viszont jól kezd Nathan Espinel eddig. 100-as. Jobban is kihasználatta volna, de igen, főleg úgy, hogy az első nyílt tripla volt. Ráadásul a drót felső részén, tehát neki ideális lett volna egy 180-at dobnia. Elfogyott a tudománya most Van den Bergnek. Opa! 81. Azt már eléggé düböl dobta el. Na, ez viszont most nagyon jó. 180! Azonnal vissza a legbe, és a mérkőzésbe is így. Közeledünk a döntő legfelé. 60! Ez hihetetlen, ez most megint... nagyon súlyos hiba. Attól függően mondjuk, ha kap egy két triplást. Le kell váltani 19-re. Nem, 16-ot választotta, az is jó, 88. 138-a marad, ugye a sima 16-os, akkor 170 lett volna. 58. Megint 88 ponton marad. 138, 57, 57, dupla 12. Tripla 20. Tripla 20-es, innentől kezdve imádkozhat, hogy ne dobja meg Van den Berg a 88-at. Ő fog kezdeni egyszer, az biztos. Már pedig ez nagyon jó. Dupla 7. Ez most óriási nagy hiba. Hiba volt. Újabb három darab, majdnem, hogy három darab biztos meccs nyíl, hogyha nincsen szektor hibája. Ugye egy volt már.
Bedobja, és ő jut a döntőbe. 16 nyilasleg, 99,22 százados átlag. Azért nagyot javult. De volt chance egyébként itt a... Ugye a meglobja a kiszálló Dimitri Fandenbergnek, akkor visszajöhetett volna. Hát leszűkült a mezőn két főre, Bryce-ra és Espinelre, úgyhogy megtartjuk az utolsó szünetünket, és aztán jövünk vissza. Itt egy kicsit hosszabb lesz, úgyhogy nem sokára jövünk.